Nagypál Gábor színművész, rendező, a tatabányai Jászai-Mari Színházban bemutatott Macbeth címszerepéért került a kultötvenbe. Én rólam a kutya nem tudta, hogy ki vagyok, tisztelet a két-három kivételnek, aki esetleg valamennyire követi vagy követte a határon túli magyar színházakat, és egyszerűen ide kell jönni, és el kell magyarázni, mesélni, hogy én is vagyok, és arról nem beszélve, hogy meg kell mutatni magad folyamatosan, helyzet kell hozzá. Nem lehet nem figyelembe venni azt, hogy mit jelentek. Én egy sötétbőrű, vagy mediterrán, vagy arab, vagy cigány, vagy valami spanyol, valami ilyesmit jelentek, hogyha rám néznek, és hogyha valaki a dán magas építészt akarja megformálni, akkor nem én fogok eszébe jutni elsőre, bár lehetne rajta gondolkodni. Számomra színházibb, közelebb van ahhoz az élményhez, amitől színházat csinálunk, hogy közel legyél a nézőhöz, az, aki a befogadóhoz, az, akiben meg fog történni az előadás. Mert az előadást azt én csak csinálom, de az, de az előadásnak a nézőben van vége, és ott van az eredménye. Ugye a színész úgy önmagával dolgozik, ez a hangszeredés, és a báb esetében egyszer csak bekerül egy médium közéd és a néző közé, a báb. És onnantól kezdve animálsz, tehát tulajdonképpen egy ilyen mondinerből játszás van, és el kell bújnod, de nem szabad megszűnnöd. Tehát egy ilyen, tulajdonképpen ez a pozíció nekem valahogy mindig vagy innen, picit mögüle és picit fölüle. Tehát bele kell magad vetíteni, és a túloldalon kell, hogy kijöjjön valami. Milorad Krstić képző és animációs művész. A Ruben Brandt című filmért került az ötvenbe, ami 2018 egyik legnagyobb sikerét hozta. 4 éves voltam, kezdtem rajzolni, és én szoktam nézni az egész világot, és élvezni, és folyamatosan nézni, hogy néz ki a világon, és megpróbáltam azt rajzolni ceruzával a papíron. És mikor kicsi voltam, én találtam ez nagyon érdekes. Nekem sokkal érdekesebb volt rajzolni, amit látom, mint nézni a igazi virágot például. Ez egy virág, de én megpróbáltam rajzolni a virágot. És mindig, ha látom egy fotó például, meg egy rajz a virágról volt szó, nekem a rajz erősebb volt. Nem tudom, lehet azért, hogy kétdimenzionális, ha egyszerűbb, ha tiszta, ha van csak egy vonal, és nekem ez a vonal volt, ez mint egy szép kirándulás. Tetszett nekem kirándulni, tetszett nekem ceruzával kirándulni a papíron. Nem vagyok ez egy katona, amit tudja, van a terv, van a szabály, ha ez orc kell rajzolni ilyen módon, és teljesen tudom a szabályt. Nem szabály olyan. Egy költőnek nincs szabály. Ha filmről van szó, ha szorakozott van szó, ez a világ metropolia, Los Angeles volt, Beverly Hills, és ne. De nem miért jobb kell érezni a ember a Beverly Hills-en, mint a Mixed Kalman téren. Újvidék? Igen, Dodi Minoviszer. Hát nekem életem negyede eddig. Én már éltem szerintem 64-től 25 év alatt éltem Újvidéken, és még mindig nekem ez a mindig volt ez egy szép város, mint a Magyarországon ez nekem Szeged. Aha, hasonló. Van az egyetem, az utcán sok fiatal ember, igen, és mindig éreztem ez a fiatal energia. Ez folyó, a Újvidéken, meg folyó. A folyó. Igen, nekem igen, hasonlított, nekem ilyen fura érzésem volt ez a Pesttel. Ugye lényegesen kisebb ugyan, de itt is van. Nekem kisebb, igen. Kisebb, igen, ugye, kisebb Újvidéken, és ott is ott a Duna, és akkor van Újvidék, van, meg Pétervárad, Petrovaradik, na viszont. Ugyanúgy ez a Pest, Buda, kisebb, csak tízszer kisebb volt, most egy kicsit nagyobb. Nagyobb, de ha jó emlékszem, nekem inkább ez volt a Újvidék, mint a Szeged Magyarországon.
azért, hogy sok egyetemista van az utcán, tud, sok a fiatal hát energiája. Én kezdtem én is, ez a, is az igen. Azt nagyon szerettem azt a 10 évet. Nagyon veszélyes dolog a hatalom, mert nagyon, szerintem nagyon nehéz vele bánni, és jó igen. bánni, és pontosan bánni. Úgyhogy nekem rögtön ez volt. Igen, ez lehet, hogy ez a jó, hogy nekem nincs nagy hatalom, lehet, ha lehet. Én teljesen egy explozív ember vagyok, és vagy ilyen módon, és nem, biztos nem diplomata, nem tudod, ez külön. És ez jó szerintem, ha egy drámában még csinálni, ha benne lesz minden, egy dráma, krimi, jó, ez egy sok explozív, de nem biztos nem biztos vagyok jó politikus.